Tamási önkormányzati, valamint Dombóvár hivatása tűzoltói 4 óra után 10 perccel vonultak a helyszínre. Itt egy emeleti úszadában, egy emeleti medencénél a lambéria az, ami kigyulladt, füstölés volt tapasztalható. Ezt első körben a fürdő dolgozói visszaszorították ezt a tüzet, amikor kérekeztek a tűzoltó egységek, ők pedig megkezdték az átvizsgálását az épületnek. Ez egy szendvics szerkezet volt, belülről egy lambéria, középen egy közegyapott szigetelés, valamint felülről pedig egy vékony fémhéjazat bádó fedi, vagy fette gyakorlatilag ezt az épületet. Ez a szigetelés az, ami gyakorlatilag lángra kapott, és így lesz látható is volt, tehát több videót is kaptunk, több videó is érkezett, ugye megyéből is, ahol ezt a lángra valóig is tapasztalták. Összesen több mint közel 40 tűzoltó érkezett a helyszínre.